Szeretettel köszöntelek minnyájatokat, nagy öröm számomra, hogy a 14. Ferences biciklitúra ebben a szentmisében veszi hivatalosan is kezdetét. És örvendek, hogy ebben az esztendőben, mint minden évben, mindig valami sajátosságot rejt a biciklitúra. Hisz az idén többen is csatlakoztak hozzánk, ami öröm számomra. Hisz csak, hogy néhányat említsek, Csaba testvérrel ketten is szerveztünk annak érdekében, mert az eukarisztikus kongresszus lesz Budapesten, majd a Kolozsvári Magyarország főkonzulátusság is majd a szentmise után, mikor hozzájár egy kiállítás megnyitásához. De mindenki számunkra a mag, az a fervid, ha nem? Hát nem! Meg vagyok elégedve, még szerencsé, hogy nem próbáltuk el. Most egy személyes vallomással tartozom mindnyájatoknak, és számomra az élet olyan, mint a biciklizés. Ugye a biciklin, hogy ellensúlyba maradj, fontos a mozgás. Hogy meg tud tartani az egyensúlyt, mozognod kell, tekerned kell. Hát az én életem is valahogy így alakul, Istennek legyen hála, évről évre, hogy ezt valóban megélem, hogy az életem egy nagy biciklizés. Ahhoz, hogy lendület legyen bennem, hogy egyensúlyba tudjak lenni magammal, Istennel, és összhangban a teremtett világunk szépségével, számomra nélkülözhetetlen a két kerék. Egy kedves történettel szeretném kezdeni. Ugye az az idei 14. Fairbit-nek, Ferences biciklitúrának a mottója, amit már János atya bevezetőben oly bátorítóan felidézett, elénk tár, és már talán egyik fülünkben cseng, a másikba visszhangzik, hogy minden forráson belőled fakad. Volt az Alpokban egy nagyon szegény ember, és ennek a szegény embernek az volt a feladata, hogy az Alpokban a kis forrásokat tisztán tartotta. Aki már járt erdőbe és közülünk ki ne járt volna, biztosan megfigyeltétek, hogy amikor egy vízforrás fakad, akár egy fenyőfa tövéből, akár csak a természetből előtör, az ő útjába sok minden összegyűl. És ennek az egyszerű paraszt embernek azt a címet adták, hogy a források őrzője. És egyebet nem csinált, mint ezt a kis gyermeket, ezt a kis forrásokat, főleg ősszel tisztán tartotta a lehullott gajaktól, a lehullott avartól, egyszerűen megtisztította, hogy amikor majd folyókká dagadnak, duszadnak, hogy akkor tiszta legyen. És egy faluban, mikor összegyűlt ez a sok kis forrás a fenyők tövéből, lezudult a hegyi patak, mikor már nagy vízfolyam lett, hát a faluban nagyon sok turista érkezett, mert hattyúk, madlivák költöztek a faluba, turisták is megcsodálták, hogy milyen kristály tiszta a víz, hogy látják az uszkáló halakat. De mégis a falutanács úgy döntött, hogy a források őrzőjét el kell bocsátani, hisz évről évre fölösleges az a bizonyos dohány összeg, amit neki juttatnak, hogy semmit sem csinál. És a források őrzőjével tudatták, hogy nincs szükség a munkádra, hisz az nagyon láthatatlan. Források őrzője továbbállt, más szakmát keresett, úgymond váltott egyet az életén. És mit ad Isten? Következő évben ez a kristálytiszta folyó zavaros lett, sárizű volt, egyszerűen nem látták a halakat, a hattyúk, a vadlibák elhagyták a települést, az oda érkező turisták száma jelentősen megcsappant, mert a víz is már bűzleni kezdett. Ekkor a falu ismét tanácsot hívott össze, a falu tanács gondnoka közölt, hogy itt valamit nem stimmel. És akkor eldöntötték, hogy megkeresik ezt az embert, akinek jelentéktelennek tűnt a munkája, a források őrzőjét. És mikor megtalálták, közölték vele, hogy vissza szeretnék venni, meg szeretnék kérni, hogy a forrásokat továbbra is tisztogassa. De az ember visszament, és továbbra is némán tette a feladatát, a kis forrásokat, csermelyeket megtisztította, a gajaktól, a levelektől, egyszerűen, ami felszavarta,
És a faluba, mit ad Isten, újra visszatértek a turisták, újra visszatértek a vattyúk, a vadlibák, újra csillogó kristálytiszta víz lett, lehetett látni az úszkáló halakat. Én úgy érzem, hogy mindannyian így vagyunk. Nagyon fontos, hogy a forrásainkat megtisztítjuk, tisztán tartjuk. Ugye, hogyha éhes vagyok, forráshoz nyúlok, eszem. Ha szomjas vagyok, most lehetőség adódik, kimegyek, megiszok egy jó kupa csikisért, és minden happy. Hogyha tudás szomjamban elolvasok egy-két könyvet, vagy egy szaktár, akár elkezdek trombitázni, akkor naponta 12 órát, 24 órát, 26 órát is gyakorlok, hogy aztán az, amikor Ferences biciklitúrán fújnom kell, az aztán ember elejébe való legyen. Tehát mindenképp forrásokból táplálkozunk. Ugye minket, ami lendületbe tart, hogy az életünk ne boslat legyen, hogy az életünk valóban hasonlítson a biciklizéshez, hogy az egyensúly megmaradjon, fontos, hogy lendületet kapjunk. És arra hívtalak meg ezelőtt 2 hónappal, felbuzdulva, látván Istennek legyen hála a jelenlegi járványügyi előírásokat, miért ne lehetne mi forrásunk is tudatosabban Jézus Krisztus? Meg vagyok győződve, hogy az elmúlt 14 esztendőben, miközben a Ferences bicikli túra hegyeken, völgyeken, Erdély keresztül Kasút bebarangoltuk, begurultuk, és több mint 14 európai országban, több Mária kegyhelyen is elzarándokoltunk, csak hogy néhányat említsek a távoliakból, Lourdes, Fatima, vagy akár ezelőtt 2 éve szó szerint a világ végre, Finisterrére. Mi már 14 éve megtapasztaltuk, hogy a mi forrásunk Jézus Krisztus. Az eukarisztikus kongresszus csak rásegít, hogy tudatosítsuk és tisztítsuk meg a forrást. Éppen ezért most a 14. Ferences biciklitúra nyitó szentmiséjén arra hívlak téged, igen, téged személyesen, hogy merj az igazi forrásból táplálkozni. Hogy merd ezt a forrást megtisztítani. Ha zavaros az életed, majd alkalmad lesz, hogy ez letisztuljon. Hogyha úgy érzed, szükséged van egy szentgyonásra, egy beszélgetésre, akár a szentmise után is János atya is, Csaba testvér és a biciklitúraja ideje alatt is, de én is, elérhetők, megszólíthatók vagyunk, hát miért nem? Az egyik jelenkező remélem nem fog senkit sem megsérteni, név szerint még nem ismerlek, Istennek legyen hála, hogy itt már 85-en vagyunk, akik reggel elindulunk. Ide jött és azt mondta, megkérdezte, hogy hát én is fogok gurulni, mert ez biztos, hogy ez csak kamu. Tehát biztos, hogy annyi autót látott, harmitait, minden, hunyati rendszámok, biztos, hogy 4 keréken fogok menni. Hát igen, mert számomra is ezt a forrás időről időre meg kell tisztítanom. Ugye, hogyha a tócsába áll a víz, megfoslat. Idővel még a békák is elhagyják. Hát én bízom benne, hogy ez a 280 kilométer nem csak erőfitoktatás lesz majd mögöttünk 4 nap múlva, amikor reményeink szerint több ezer biciklis elénekli csíksomjói nyerekbe az eukarisztikus kongresszus himnuszát. Bízom benne, hogy valóban számunkra Jézus lesz a forrás. Ugye, amit a forrás őrzője jelentett a falu számára, azt jelentjük mi keresztények a világ számára. Ahogy az öreg a hegyekben, ugyanúgy mi is szolgálatra vagyunk elhívva. Ezekben a napokban nem kell nagy dolgot tenned, csak a melletted tekerő gurró testvéreddel talán rámosolyogni, majd talán egy kenyet szó jót fog. Majd, hogyha látod, hogy egy kicsit lankad a figyelme, bátran elmutatod, bátorság Jézus hív, nyerekbe fel. Megyünk tovább, meg tudjuk csinálni. Ugye a forrás őrzőjének olyan munkája volt, ami a falu tanács szemében jelentéktelennek tűnt. Amikor azonban nem volt a helyén, az egész falu szenvedett. Egyházunk felkínálja, hogy mi is igazi forrásból táplálkozzunk, magából, Jézus Krisztusból, a legméltóságosabb oltári szentséggel tápláljuk lelkünk meggyengült erőit. És számomra az oltári szentség egy olyan forrás, bizonyára már ti is megtapasztaltátok, mint szomjas vándornak egy forrás. Ugye a vízforrás nem azért van, hogy azt én kiígyam, vagy te kiígyad,
hanem hogy szomjunkat oltsa. Jézus Krisztus is csendes, átalakító jelenlétével, azért jelenik, mert hamarosan a kenyér és a bor színe alatt itt az oltáron, a pap szavaira, hogy táplálja lelkünk meggyengült erőit. Éppen azért most már mai estétől arra hívlak, hogy határozzál tő keményen, hogyha még nem tetted meg, hogy ez a zarándoklat valóban Istenhez közelebb vezessen. Bizonyára már többen ismeritek azt a történetét, hogy teljesen váratlanul egy nagyon akrobata elhatározta, hogy a Niagara vizesés fölött egy hosszú kötelet kifeszít. De segítséggel össze is jött, tömeggyűlt köréje, és miután kivesztette a kötelet, ő azt mondta, hogy a biciklivel át fog rajta menni. Hát az emberek megmondták, hát te be vagy golyózva, hát te aztán jó ötleted van, de levette a kerekjeiről a külső gumit, és a ráfot ráeresztette a kötére, és átment. Mindenki éjjelezte, mindenki tapsol, mindenki örült. Tehát az ember teljesen váratlanul megkérdezte, oké, ti most velem vagytok, nem ellenem, ha bár egy kicsit zizzennek néztetek, de most ki az közületek, aki felül az én biciklimre? És akkor a közösségből a legkisebb csöpség vállalkozott. Hát aztán itt a nagy lehurrogás az, hogy hát teljesen elmentek otthonról, egy gyerek életét kockáztatott, a gyerek felült a bicikliére, keresztül mentek a Niagara vizesés fölött, és akkor nagy éjjelzésben tört ki a tömeg, és megkérdezték ezt a kis csöpséget, ezt a kis Isten arcot, hagyd nevezzem így, hogy te miért vállalkoztál erre? Azt mondja, azért, mert ő az én apám. Én nem csak hiszek benne, hanem meg is bízom. Milyen jó lenne, hogy ezen a biciklitúrán valóban mindnyájunk tandemet tekernénk. Most az idén úgy jött össze, hogy akik szoktak jönni Péterék, a tandemben most nincsenek itt, de engedd meg, hogy Jézus a szívedben tekerjen. Hogy ő nem csak az erekbe fogja pumpálni a vért, vagy nem csak mosolyra fogja húzni az arcodat, vagy nem csak az izmai erőfeszítésében lesz jelen, hanem ő veled fog tekerni. És én bízom benne, hogy valóban tiszta forráshoz fogunk jönni, és ezzel a forrással fogjuk táplálni lelkünk meggyengült erőit. És ki az közülünk, aki el tudná mondani magáról, számomra nincs szükségem a forrásra, hogy én meg vagyok nélküled. Kösz Jézus, te is jó vagy a templomban. Oké, Istenem, megteremtetted a mi csodálatos világunkat, de a teremtett világ egymás mosolya, egymás szava, legyen forrás számunkra. Ezt a Szent Misét érted ajánlom fel. Igen, érted, hogy úgy teker, hogy ne Jézus elől, vagy Jézus mellett, hanem Jézussal. Mert ő számunkra a forrás, hisz a mottónk is, micsoda valaki tudna segíteni? Minden forráson belőled fakad. Nagyon szépen köszönöm. Próbáljuk meg együtt elismételni. Minden forrásom belőled fakad. Hát valóban ezt a forrást tisztítsuk meg. Minden szentmise előtt, amikor megbánjuk a bűneinket, jó alkalom arra. Vagy ha úgy érzed, hogy zavaros ez a forrás, és egy szentgyonást szeretnél végezni, vagy beszélgetni, bármikor, most a nap 24 órájában, egészen vasárnap délig, Csaba testvérrel ketten, elérhetők vagyunk számotokra. Mi azt szeretnénk ketten munkálni ezen a biciklitúrán, amit a források őrzője tett. Lehet, hogy láthatatlan lesz, lehet, hogy semmiségnek tűnhet, de számunkra Jézus nélkülözhetetlen. Arra bátorítalak, Jézus hív, nyeregbe fel, hajj rám!